ez egy 2018-as Tramini, igen jó évjáraton volt, jó cukorfokkal, tiszta és letisztult, jó ízekkel, illatokkal, úgyhogy szuper lett a tavalyi. Misivó, ahol bort inni jó, áll a versben, melyet barátai írtak a borlovagnak. Sarró Mihály ebben a meghitt és idilli környezetben fogadta stábunkat, ahol az épület minden szegmense a borról, annak múltjáról és jelenéről szól. Ez is bizonyítja, hogy még egy alföldi kisvárosban is helye van a bortermelésnek. Bár délen sokkal több a napsütéses órák száma, a szőlő bárhol termeszthető, csupán az időjárási viszontagságokat kell figyelembe venni. Tulajdonképpen ugyanúgy, mint a szőlővidékeken, itt az Alföldön talán egy kicsikét több a napsütéses órák száma, és jobban eléri a szőlő a megfelelő mustfokot, mint mondjuk a hűvösebb helyen, vagy és Dunántúlon is különben mindig azt nézik, hogy mennyi a napsütött órák száma. Olyan területen vannak a szőlők. Misi bácsi kiemelte, ő csak egy boros gazda, hiszen a borász egy külön szakma. Azt is megtudtuk, az idei évben a változékony időjárás nem tett jót a fürtöknek, amiket még a méhek is beleptek. Ezért mindig érdemes egy próbaszüretet tartani. Ami azt jelenti, hogy leszedünk egy bizonyos mennyiségű fürtöt, azt kicsomázok, és akkor megnézzük a mustfokát. Amikor eléri annak a szőlőnek a mustfoka, a 17 fok körül 18, akkor szüretelhető. De 16 alatt még nem. Még nem, mert akkor nem megfelelő a maligá foka, amikor kifor a borom. És amikor kit letisztult, akkor lefejtem, kimosom a hordót, és vissza szoktam tenni akkor már majdnem a letisztult bort. Visszateszem, és akkor abban még szoktam érlelni egy darabig, utána újra kiszedem, és akkor utána mennek bele ebbe a tartályokba, fémtartályba, inox tartályot szokták mondani. Misi bácsinak és a feleségének is a kedvence a Tramini. Akkor szeretik, amikor kellemes illata, íze és csodás színe van. Szárazbor lévén sültekhez, de még pörkölt után is szívesen fogyasztják. A présházat, ahol a bogyós termésből pohárba tölthető ital lesz, Szent Orbán szobra védi, melyet lányaitól kapott születésnapra, az egyik asztalos ismerőse pedig egy falba süllyeszthető kis tartót készített hozzá.